Hát egy évvel ezelőtt egy hasonló úszító plakát előtt álltunk, és akkor csináltuk ezt a mi akciónkat. Egyszerűen engem borzalmasan dühít az, hogy Magyarországon a kormány úgy akar népszerűséget szert tenni, és úgy akarja elterelni a saját disznóságairól a figyelmet, hogy más emberek ellen úszik. Ezért határoztuk el, hogy itt a rendőrség épülete előtt egy flashmobot csinálunk. Idejöttünk 10-valahányan, leragasztottuk ezt a plakátot, egy vicces plakát, amivel Orbán korrupcióra hívtuk föl a figyelmet, hozzá egy vidám éneket énekeltünk, majd elhagytuk a terepet. Sikorgott mellettünk egy rendőrautó, kiszállt belőle 4 rendőr, igazoltattak minket, és megkérdeztek, hogy mit csináltunk, elmondtuk nekik, és azonnal elkezdtek minket különböző bűncselekményekkel vagy szabálysértésekkel, ezt mondták, hogy ez is lehet, az is lehet, vádolni. Ilyen flashmobot egyébként korábban is szerveztünk itt Pécset, akkor semmi probléma nem volt belőle. Először azt mondták, hogy mi rongáltunk. Azonnal vissza tudtunk vágni, hogy nem rongáltunk, hiszen csak gyurmaragacsal ragasztottuk rá a mi ellenplakátunkat a nagy plakátra. Akkor azzal próbálkoztak, hogy jó, de akkor szemeteltünk, mert hogyha majd leesik az a plakát, akkor az ott marad a földön. És nagyon érdekes volt azt meg, hogy amíg eldöntik, hogy valójában mit is követtünk mi el, addig nekünk ott várakozni kell. Ez a várakozás, ez 2 órán keresztül tartott. A várakozás során jeleztük, hogy nekünk mozi jegyünk van, szeretnénk elmenni. Mondták, hogy az nem lehet egyértelműen kiderült, hogy mi ott fogságban vagyunk, akkor fölhívtuk a TASZ-t. A TASZ-nak a jogásza azt tanácsolta, hogy mindenképpen az akció végén kérjünk erről egy hivatalos papírt, hogy minket előállítottak. Végül 2 óra múlva kénytelenek voltak úgy elengedni bennünket, hogy megállapították, hogy nem követtünk el semmit. Ezek után jött a meglepetés, hogy 2 hét múlva én egy idézést kaptam a rendőrségre a gyülekezési jog megsértése miatt, majd ezt követően engem megbírságoltak 30 000 forinttal vagy 6 napi elzárással. Megfellebbeztem ezt a döntést, más fokon is elutasították. Közben megint a TASZ-hoz fordultunk, és a TASZ egy pécsi ügyvédnőt bízott meg azzal, hogy az ügyben engem képviseljen. A bíróság kimondta, hogy nem követtem el szabálysértést. Bebizonyíthattuk, hogy ha kellőképpen szívósak vagyunk, akkor elérhetjük azt, hogy ne az államnak legyen igaza, nem szabad hagyni magunkat megfélemlíteni, és a bíróság igenis kimondhatja azt, hogy az állam járt el törvénytelenül, és mi pedig a polgári szabadságjogainkat védtük. Legyél aktív polgár! Állj ki velünk a jogaidért! A Társaság a Szabadságjogokért ügyvédei országszerte elérhetőek.